Miskolci indulója is lesz a Budapest-Bamako rallinak. A világ legnagyobb amatőr versenye évek óta nagy álma a miskolci párosnak, akik már régóta űzik sportágukat. A sok ezer kilométer teljesítése mellett a céljuk adományozás a rászorulóknak. Ruhák és élelmiszerek mellett most egy defibrillátorra gyűjtenek a verseny során érintett egyik kórháznak. A rally jövő év március 18-án rajtol Budapestről. Már készítik az autót a nagy megmérettetésre. A miskolci North Racing Team versenyzői régóta szerettek volna indulni a Budapest-Bamako rallin, ami meg is valósul majd. 200-250 páros elrajthoz a Dakar rally amatőr versenynek is tekinthető viadalon, melynek hossza nagyjából 10.000 km, amiből 6.000 km autópálya, a maradék 4.000 pedig terep, illetve afrikai, sivatagi körülmények közötti küzdelem lesz. Az autókat éppen ezért fel kell készíteni minden körülményre. Egy-egy defekt gyakran előfordul az ilyen versenyeken. A csapat egyik pilótája régóta álmodott egy ilyen hosszú megmérettetésről. Mivel 20 éve autóversenyzek, és utólag már a társamnak is mondhatom, hogy lassan ő is jó pár éve versenyzik, mindig arra álmodtunk, hogy minél hosszabb, minél durvább, minél keményebb verseny, aztán egyszer csak egyszer megálmodtam, hogy Bamako rally. Na ez a leghosszabb. Az egy 10.000 km, ez egy komoly kihívás, és hát ehhez kellett egy ilyen őrült társ, és ez megálmodtam, hogy ez pedig nekem Ricsi lesz. Ő nagyon jó autószerelő, én is az vagyok, és szeretjük az ilyen kihívásokat. A jótékony célú rallin hagyomány, hogy a versenyzők adományokat visznek az érintett szakaszok rászoruló településeire. Így tesznek a miskolci versenyzők is, akik a meglévő adományok mellett egy életmentő eszközt is szeretnének adományozni. Amellett, hogy szeretnénk jól érezni magunkat, és nyilván ezt a hosszú versenyt végigcsinálni, nem feledkezünk el az adományról se, mert egy defibrillátorra gyűjtünk, egy... hát ilyen kórház szintűre, nyilván ehhez keresünk partnereket, támogatókat. Emellett még szeretnénk ruhaadományt, illetve hideg élelmet is vinni. Az adománygyűjtés folyamatos, ugyanis a verseny csak jövőre rajtol. Addig még a csapatnak is van bőven feladata, hogy mind ők, mind a versenyautó készen álljon a március 18-ai indulásra.